Kézzel készült tészta, vagy éppen helyben megtermelt zöldség és gyümölcs egy jó piac ismérve. Ezek is megtalálhatóak már Alsóbereckiben, ahol korszerű körülmények között árusíthatnak az eladók és vásárolhatnak az érdeklődők. A helyi termékek iránti bizalom erősítése és a magyar termékek népszerűsítése kiemelten fontos, amelyet például az Agrártárca is támogat, hangzott el az ünnepélyes átadón. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el ezeket az értékeket, és minden közösség törekedjen arra, hogy megteremtse azokat a helyeket, ahol a termelő eladhatja az áruját a helyi lakosoknak. Ezzel mind a gazdaságot cserélheti, nem beszélve arról, hogy milyen fontos közösségi értékeket teremtenek. Hiszen mindennek az alapja a közösség. Az agrárminisztérium hálás minden gazdának, helyi termelőnek, élelmiszeripari vállalkozásnak, akik kitartanak ebben a nehéz helyzetben is, és mindig. Nem felejthetjük el, hogy az anyaföldünk, a magyar gazdák munkája táplál bennünket. A helyben megtermelt zöldség, gyümölcs és egyéb kézműves termékek egy adott régiót is képviselnek. Hát a legjobb minőséget vidéken kapjuk, én ezt hiszem és vallom. Én mindig igyekszem magyar terméket vásárolni, nem csak a zöldség és gyümölcsfélékre gondolok itt, hanem egyéb minden olyan mezőgazdasági termékre, amelyet tudom, hogy itt Magyarországon magyar gazdák állítanak elő. Teljesen más a terméknek a minősége, teljesen más a terméknek az íze, az összetétele. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igenis nagyon nagy szerepe van annak, hogy ezzel is erősítsük a gazdaságot. Alsóbereczki önkormányzata már több éve tervezte, hogy megfelelő körülményeket teremt, elsősorban a helyben élők számára. Tavaly ősszel kezdtük el a piacterünk kialakítását, ezt egy toppos pályázatból tudtuk megvalósítani, és a pályázati kiírásban szerepelt nem csak a piac épületek a kialakítása, hanem az ehhez szükséges eszközök beszerzése is, így mint az árusítóasztalok, a hulladéktárulók, padok. A terület előkészítést követően került sor a kivitelezési munkálatokra, és a piac épületnek a kialakítására. A helyi piac mindig segít abban, hogy a megfelelő árut a megfelelő helyről tudjuk bevásárolni, akár a vasárnapi ebédhez. Nagyon lényeges, hogy megtanít bennünket felelősen gondolkodni a természetről, a munkáról, a falusi életről. A piac kialakítása mintegy 68 millió forintba került, a pályázat teljes költsége mintegy 80 millió forint volt. Közel egy év alatt sikerült a teljes beruházást megvalósítani.